Sziasztok, Viktor vagyok, és ebben a videóban szeretném nektek bemutatni az Octavia nemű Warframe-et, amit már régóta használok, de ugye nagyon sok új Warframe bejött, és kicsit hanyagoltam, és akkor most felfrissítettem ezt a buildet, kicsit leporoltam, és nézzük is, hogy hogy néz ki, milyen képességei vannak. Először is nézzük a passzív képességét. Passzív képessége úgy néz ki, hogy feltölti 30 energiával 30 másodpercig Octaviát és a körülötte lévő játékosokat 15 méteren belül, ha az Octaviának valamelyik ability-je aktív. Ugye ez az első frame, amiben abszolút nem használok semmilyen helmány képességet. Szerintem ez úgy jó, ahogy van. Elég OP az egész. Ugye itt láthatatlanságra épül szerintem, és ugye a damage-re, ha kipróbáljátok ezt a buildet, akár sima játékban, akár steelpáton megnézhetitek, hogy valószínű, hogy a damage dealben mindig ti lesztek a legelsők. Én elég sokszor teszteltem, és hát olyan 95-90%-ban azért sikerült lenyomni itt mindenkit damage dealbe. Persze itt nem ez a lényeg, hanem maga a túlélés, és hogy mindig meg tudjuk csinálni az adott mission-t. Ugye itt az Octaviát elég sok mindenre lehet használni, én spyozni szoktam vele, exterminatezni, survivorozni, defendezni. Ugye a legjobb a defendre és a mobile defense-re, ugye erre épül fel az egész karakter, de amúgy ugye, hogyha csapatba vagytok és survivorben megálltok valami részen, és ott kezdtek el ölni, akkor ugyanúgy jól működik. De nekem tökéletesen megy exterminate-be is, és nektek is menni fog, hogyha megépítitek ezt a buildet. Az első képessége a Mallet nevet kapta. Ugye a Mallet egy ilyen kis hangszórócska, ami arról szól, hogy a környezetben lévő enemiket, az enemiknek a tűzerejét ráirányítja erre a kis hangszóróra, és minél több damage-et kap a hangszóró, annál erősebb damage-et osz szét. Ugye ennek a túlzója nálam 5,17-es, és a blast damage-et oszt ki. A második képessége a rezonátor, ami egy, hát egy ilyen kis basszus gömb, ugye, aminek az a külön képessége, hogy ha ledobjuk, akkor az enemik utána kezdenek el futni, és ugye, hogyha kombináljuk a mallettal, tehát én úgy szoktam, hogy először a rezonátor dobom le, és utána rádobom a malletet, és így kombinálva kapjuk meg azt a képességet, hogy az enemik követik ezt a kis hangfalrendszert, és nem csak követik, hanem ugye el is kezdik lőni, innentől kezdve a figyelem erre a kis bogyóra összpontosul, és minket nem nagyon távad. Ugye az én beállításaim szerint itt 258 blast damage-et oszt ki, 11 méteres távolság, 11 métertől 27 méteres távolságba, és 77 energiába kerül, viszont a duration egész magas, 50 másodperc. A harmadik képessége metronóm. Ugye a metronóm egy nagyon jó kis cucc, négy különféle buffot tudunk előhívni az Octaviának, amiből a legfontosabb ugye a láthatatlanság, erre majd későbbiekben vissza fogok térni, mert itt ugye fontos, hogy milyen zenét építünk hozzá. Aztán található még itt a V-Vace. A V-Vace-szel, hogyha időzített ugrásokat hajtunk végre, akkor a gyorsaságát a Warframe-nek tudjuk növelni. Ugye, hogyha gugolgatunk ritmusra, akkor láthatatlanok leszünk. Ha ritmusra lövünk, akkor az Opera nevű multishot buffot kapjuk meg, és hogyha időzített mini ütéseket viszünk be, akkor pedig a Forte nevű damage buffot kapjuk meg. Ez az én frame-emben megépítve 22 méteres ható távolságot, sugarat kapott, és ennek is 50 másodperc az időtartama, viszont elég sok energiát elemész, de elég jól lehet kompenzálni ezeket a dolgokat, és nálam ezek a buffok 62%-ot dobnak rá
az Oktáviára, és persze a körülötte lévő játékosokra, hogyha ezeket aktiválják. Szerintem bőven elég. Én teszteltem a Steelpathon több véven keresztül, tehát nem csak egy véven keresztül. Elég jól bírja, de ugye itt az egész a láthatatlanságra épül. Az utolsó képessége, a négyes képesség, ez pedig az AMP képesség, ami valahogy úgy hangzik, hogy a körülöttünk lévő decibelekből, a hangoknak a nagyságából, tehát lehet ez lövéshang, ezekből meríti a sebzési, magát a sebzését, és ugye fontos képessége még, hogyha a körülötte lévő egyes képesség a mallet és a kettes képessége, ugye a rezonátor benne van az ő hatótávolságában, akkor megduplázza a damage-ét. Ezért is jó, hogyha olyan missziókra, küldetésekre választjuk őt, aminél nem kell annyira mozogni, tehát lehet ez egy defend vagy egy mobil defend küldetés. Úgyhogy tulajdonképpen a négyes képessége, ez erről szól, hogy magát az Oktáviát is ugye buffolja damage ügyileg, és a körülötte lévő csapattársakat is. Nézzük magát a buildet. Az Oktávia buildje az nálam most így néz ki, nem kell megijedni, meg lehet itt savazni, hogy nincs benne rolling guard, abszolút nem szeretem, mindig elfelejtem. Idősebb korosztályból származok, nekem erre nagyon oda kell figyelni. Én a láthatatlanságra építettem fel ezt az egész buildet, és persze a damage-re. Az első aura módom az a Brief Respire, ugye itt a 150% energiát konvertál és küldi el a pajzsunkba, hogyha az overshieldünk inaktív lesz. Ez a túlélés segíti elő, de amúgy a láthatatlanságnál teljesen lényegtelen. Ez még egy nagyon régi, ez volt az első Prime Warframe-em, amit megkaptam, és akkor kezdtem ezt el, és ez így benne is maradt ez a kártya. A Tuning Drift ugye itt az Ability Range miatt van belerakva, ide Prime Mature Fuel-et is lehet rakni, hogyha olyan fegyverrel megyünk, ami ugye nagyot robban. Az Umbral Intensifier ugye a 44% ability erősség miatt van benne, a Narrow Minded az Ability Duration miatt, a Blind Rage a Strange miatt, van benne egy Primed Continuity ugye a Duration miatt, aztán a Stretch a nagyobb range, a hatótávolság miatt, Overextended szintén a nagy hatótávolság miatt, Agur Secret, hogy kompenzáljuk itt az elveszett Ability Strange-et, ugye egy Primed Flow-t sose fogyunk ki az energiából. Az Arcane Acceleration nekem azért van itt berakva, mivel én a Trauma fegyvert használom most, és ezzel használom magát a frame-et, és ugye itt az Arcane Acceleration a critical hiteknél 30% esélyt ad, hogy 90% fire rate-tel dolgozzunk. Ugye itt a Trumnának elég alacsony a fire rate-je, és ezzel próbáltam ezt kompenzálni. Amúgy Molt Augmented-del szoktam használni, hogy minél több Strange-et érjünk el, hogyha éppen egy másik fegyverrel megyek be. Ugye ez 250-szer stackelhetjük fel, és plusz 0,24% Ability Strange-et ad 250-szer. De én most az Arcane Acceleration-t használom, ezt természetesen lecserélhetetek, és ugye a Sand Grail, az Arcane Energize az energianyerés miatt van benne, és így a framingnek 207% a strange-e, 184% a range-e. Az efficiency elég alacsony, viszont olyan magas a duration, hogy majdnem egy percig tartanak, jól emlékszem, az ampom az majdnem, a négyes képessége majdnem másfél percig megy a frame-nek, tehát olyan magas a duration, hogy itt az efficiency-vel abszolút nem kell foglalkoznunk. Bemutatom még a most használt fegyvereimet is. Ugye van nekem egy Pista Strong nevű Trumna fegyverem, ami buildelés szempontjából így néz ki. Ugye van egy Rivenem, hogyha nincs Rivenetek, természetesen bármilyen
item móddal tudjátok helyettesíteni. Fontos a Galvanize Aptitude, ugye a Status Chance miatt, aztán a Galvanize Chamber a Multishot miatt, Hunter Munition ugye a kritikánál 30% esély van, hogy flash kapjunk, Primet Chiro Runes, Critical Delay, Vital Sense, ugyanazok a módok vannak nagyjából minden fegyverbe, és itt a Malignant Force van éppen azért, hogy virál sebzést kapjak a végére. Ugye van nekem egy Rivenem, ami 134% damage-t ad és 80% multishotot. A régi Rivenem a Reloaded Speed volt és Fire Rate, és pörgettem és gondolkodtam, hogy belerakom ugye belerakom az Arcane Acceleration-t a Warframe-be, hogy ezzel kompenzáljam itt a Fire Rate-et. Primary Merciless-szel használom, de ugyanolyan jól működik ugye a Primary Dexterity-vel. Itt ezt nektek kell eldönteni, hogy nektek melyik kényelmesek, aki nem szeret mélizni, a Q, a Merciless, ugye fönn lehet tartani a Merciless-et, elég jól sebzi, főleg a Greenireket, Corruptedeket elég jól viszi a trumna, nagyon szeretem, nagyon jó kis fegyver. 7 formát beleöltem, de most már vasárnap voltunk egy 3 órás Steel Patron, és ott 1100-as enemik jöttek már, ugye elég jól vitte őket, tehát semmi probléma nem volt vele. Másik fegyver, amit most használok nála, a Little Sisterum, ugye ami egy kit gun, a Sporlaser névre hallgat. Ez a kit gun különböző alkatrészekből áll, most hát végül is belemehetünk. Ugye itt látjátok, a chamber az a Sporlaser, a loader az a killstream, a gripje pedig egy highmaker stream, elég highmaker grip, ebből áll össze, és maga a buildem az így néz ki. Kapott egy Hornet Strike-ot a damage növelés miatt, Galvanized Diffusion ugye a multishot miatt, Lethal Torrent, Fire Rate multishot növelése, ugye Electricity 90%, Critical Chance, Primet Target Cracker, ugye a Critical Damage, az egy Rivenem, amit hát már elég sokszor pörgettem, itt láthatjátok, ez volt a legelfogadhatóbb, a plusz 130% damage, meg némi toxin mellé, benne van még a Heat, ugye így a sebzése, mivel a Rivenem toxinos, próbáltam úgy pörgetni, hogy toxinos legyen, és benne van a Convolution, ezért szintén korrózív sebzése van, ami szerintem elég sokféle enemire elég jól hat. Amúgy Steel Patron kívül szinte bármit egy lövésre, úgyhogy ezt érdemes megépíteni mindenkinek, ezt a kit gunt. Pax Charge-el használom, ami egy olyan árkén, hogy nem kell lőszer a fegyverbe, ilyen egyszerű, 7 töltése van, és amikor elfogy, nagyon kis idő múlva visszatölt. Itt a Secondary Dexterity van berakva, mivel a strofában nagyon szeretek millizni, és általában ugye nincs az misszió közben, hogy ezt is azt is használom. Hogyha a secondary-vel megyek, akkor millizek közben, hogyha a primary-vel megyek, akkor meg csak a primary-vel lövök. Fel van még itt az Isten ostorára keresztelt profa. Ugye profa buildem így néz ki, az is van egy Rivenem. Itt mindig elmondom, hogyha Riven nincs nektek, nem tudtok szerezni, nem tudjátok annyiszor pörgetni, 117-szer pörgettem, és még így is elég gyatra. Ugye a Critical Chance-et hála Isten elég jól megnövelte, és a Puncture-t veszi le, hát a Puncture sebzés itt annyira nem is számomra. Az egyetlen olyan fegyverem, amiben Umbra módot raktam, higgyétek el, érdemes. Ugye van benne egy Sacrifical Pressure, Steel, Primet Fever Strike, Shocking Touch, Amalgán Organ Shatter, vagy sima, aztán Killing Blow, a Gladiator Might természetesen, ez mind-mind a Heavy Attack-ra van építve ez a fegyver.
szinte csak úgy is használom, tehát itt az Xboxon a jobb gombát, hogyha benyomjátok, akkor így jön elő a heavy atakja. Megnézzük a sebzését, a sima sebzése szintén korrozív, én nagyon szeretem ezeket a korrozívos fegyvereket, szerintem nagyjából mindent visznek. Jó, most pedig ami fontos még, ja igen, hogy Zenurikkal használom, ugye ez az energia nyerés miatt van, és ami fontos még itt a buildingbe, az maga a Manda Chord, ugye, ahol különböző zenéket lehet írni, és megmutatom az enyémet, egy kicsit hagyom a videót, nyilván meg is tudjátok állítani, és akkor le tudjátok másolni, mert majd meg fogom mutatni, hogy ez miért jó. Hát azért jó, mert kb. Négyszer megnyomjuk ötször a legugolást, és már láthatatlanok is vagyunk. Ugye így néz ki a kis zeném. Úgy tudnám én ezt bemutatni nektek, hogy elindítom itt az egyest. Kicsit várok. Hiszen majd meg tudjátok úgy is állítani. Most áttekerek a kettesre. Itt is várok egy kicsit, hogy meg tudjátok nézni. És utána áttekerek a hármasra. És áttekerek a négyesre, ez az utolsó strófa. És kész is van. Ami nagyon fontos számomra, hogy a melody le van húzva, ugye ez az a hang, az a magas hang, amire láthatatlanok leszünk. Ezt barátaimmal szoktam játszani, és elmondom nekik, hogy négyszer-ötször legugolnak, és már láthatatlanok is. Nyilván, hogyha nem barátokkal játszotok, akkor föl lehet hangosítani, rettentően idegesítő egy idő után. A basszus maximum van, csak azért, hogy halljam, hogyha lejárt, nem mindig figyelem az időt, és ugye a legfőső, a precision, az nekem le van véve 32-re, itt embere válogatja, hogy szeretné-e megőríteni a társait, vagy sem. Szerintem ez egy elég jó zene, ugye mindegyiknél a Bombast instrumentet használom, szerintem ez pont nem is fizetős, bassnál is, igen, a Bombast Instruments van berakva, és ugye a Melodinál is a Bombast Instruments van berakva, úgyhogy remélem ezzel tudok segíteni sok kezdő vagy kicsit haladó játékosnak. Szerintem ez egy nagyon jó zene, sokat teszteltük, nagyon idegesített minket a többiekkel, hogy mindig szólt valami idegesítő zene, és ugye ezt találtam ki, hogy a melódi teljesen le van halkítva, és olyan gyorsan pörög, hogy szinte mindig láthatatlanok tudunk lenni. Most pedig nézzük a tesztet egy kicsit élesben, nem fogok szokás szerint végigjátszani egy egész mapot, meg nem megyek le én most a Cephalonhoz, hanem átrakom Steelpathra, és akkor nézzünk egy kis párkörös defendet. Ugye, mivel benn van az acceleration, ezért a trumna az elején ilyen lassan lő, viszont, hogyha kritikálókat lakunk, akkor elég jól fel lehet tartani a fire rate-et. Az elején ugye ledobom a 1-es-2-es képességet, elnyomom a... lesz majd energiám most. Elnyomom a 3-as képességet, és tulajdonképpen pár guggolásra már is láthatatlanok vagyunk. Ugye ezt a... jobb felső sarokban egy ilyen áthúzott szemecske jelzi, hogy most tulajdonképpen 26 másodpercig láthatatlanok vagyunk, és akkor elkezdődhet a virtás. Ugye itt a trumna, ahogy kapja a hitikálokat, már is felgyorsul a maga a fire rate-je. Innentől kezdve már csak arra kell figyelnünk, hogy a láthatatlanságot fenntartsuk. Ugye most már csak 7 másodpercig tart, ilyenkor megint párszor googolok, és újra felmegy 37 másodpercre, közben pedig írtom az enemiket, ugye néha a strofát is szoktam használni, ezt a sporlacer kitgánt, ami itt már a stipaton annyira nem bírja az enemiket, most lejárt, még egyszer újra nyomom mind a három képességet, a 4-es amp képesség pedig aztán 70 másodpercig van fenn, vagy elég sokáig bírja. Tulajdonképpen ugye a trumnának van egy elég jó tulajdonsága, hogyha
feltölt alul ez a kis csík, akkor egy elég nagy sebzést tudunk vele bevinni. Ugye ez volt az első wave, én kis lépek, megmutattam mindent. Remélem tetszett nektek, amit láttatok. Hozzászólásokba várom a kommenteket, ötleteket, és jövök majd az újabb bildeimmel. Köszönöm, hogy megnéztetek és adtatok tippeket. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!